Több órás gálaműsorral készült 60. születésnapja alkalmából a Szabolcs Néptánc Együttes, a közösség apraja nagyja színpadra lépett. 1957-ben alakult az együttes, tehát 60 éves az együttes. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy családi ünnep, ami azt jelenti, hogy nem valakit ünneplünk, hanem egy összetartozást, egy családot, akik részt vettek ez alatt a 60 év alatt az együttes működésében, az együttes továbbvitelében, az együttes arculatának kialakításában, és hát természetesen baráti kapcsolatok születtek, szerelmek születtek, és ez remélem így lesz tovább. óta folyamatosan bővülő repertoárral és egyre gazdagodó jelmeztárral működik a Szabolcs Néptánc Együttes, amely a kulturális és közösségi életben tett kiemelkedő munkájáért a közelmúltban elismerő díjat vehetett át. Mi soha nem arra hajtunk, hogy versenyezzünk, megmérettessük magunkat. A mi táncosaink a legkisebb falvakba, a legkisebb színpadon is nagyon jól érzik magukat. Mi mindig is mondjuk, hogy nem csak a város, hanem a megye együttese vagyunk. És annyira megtisztelő, hogy a napokban a Szabolcs Néptánc Együttes a megyeházától, a Szentpéteri Zsigmond kulturális életben sokat tett közösségi életért kitüntetésben részesült. Közel 20 produkciót és mintegy 340 táncost láthatott a közönség szombaton a Continental Arénában.